Kőző tisztelendő urat, és Antal Géza apát plébános urat, valamint Zádori János Kétharváros polgármesterét. A felvezető himnusz Kétharvi Városi Fúvó zenekar szolgáltatta Karnagyúk Válnyúr József volt. Kérem, hallgassák meg rövid ünnepi műsorunkat. Volt akkor egy Géza nevű fejedelem, a negyedik attól számítva, ki a magyaroknak Pannoniába jövetele idején első vezérük volt. Ám bár belesüthett a pogány életmódba, mégis a lelki kegyelem fényének közelettére figyelmesen kezdett tárgyalni a körös körülfekvő valamennyi szomszédos tartománnyal a békéről. Eljött az égben rendelt idő, házanépével együtt hitt és megkeresztelkedett. Megfogadván, hogy minden uralma alá vetett alattvalóját a keresztény hit szolgálatába állítja. Mivel pedig igen sok gondot okozott neki a lázadók megzabolázása, a szentségtörő szokások lerontása, és hogy püspökséget alapítson hite szerint a Szentegyház javára, egy éjjel csodálatos látomással vigasztalta az Úr. Gyönyörű külsejű fiatalt állított elébe, aki így szólt hozzá. Béke veled, Krisztus választottja. Megparancsolom, hogy szűnjenek meg gondjaid. Nem néked adatot meg véghez vinni, amit eszedben forgatsz, mert kezedet emberi vér szennyezi. Tőled származik a születendő fiú, kire az Úr mindezek elrendezését, az isteni gondviselés terveinek megfelelően rábízza. Ő az Úrtól választott királyoknak egyike lesz. A földi élet koronáját majd az örökkévalóval fogja felcserélni. Szavai szerint ismert az Úr, még mielőtt a mégben megfogant volna. Ezt Isten kedveltje, Adalbert püspök hite őszintességért a keresztség fehér ruhájába öltöztette, és lelki gyámola lett. Akkor az István nevet kapta. Hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami az István a görög nyelvben, koronázott a latin beszédben. Mivel hogy Isten azt óhajtotta, hogy viselje e világban is a királyi hatalmat, és a jövendőben váltsa fel az örökké tartó boldogság koronájával, kijelölte őt az örök, el nem múló dicsőség elnyerésére. Oh,
nagyobbik legenda részletesen ír István életéről, házasságáról, az általa vívott belháborúkról és az egyház szervezet létrehozásáról. Ezek között olvasható az a részlet, amely miatt nekünk mécsváradiaknak a mai nap különleges. Apátok és szerzetesek semmi tulajdon sem kívánva, csupán arra vágytak, hogy ilyen mélyen vallásos fejedelem oltalmába szabályaink szerint éljenek. Köztük jött a vallásos életű Asztrik atya tanítványaival, mikor a Boldog Király hirdetés véget Magyarország alsó részeibe küldte. Miután Asztrik apátot öveivel együtt tisztelettel befogadták a Vashegy lábánál, egy Szent Benedek atyáról elnevezett kolostort épített, ahol mindmáig virul a szervezeti gyülekezet a regula rendjében. És mivel bővelkedik a fenntartásához kellő múlandó javakban, nincs másra szüksége csak arra, hogy övéi és mások lábán az evangélium szerint megmosogassa. Kevés település tarthatja falak, ezer éves falaké között Szent István ünnepét. Olyan falak között, melyek nem csak hogy álltak az államalapítás korában, de kiemelkedő szerepet játszottak az építésben, a szervezésben. Szent István királyi napja egyik legrégebbi magyar ünnepnap, a keresztény magyar állam alapításának és ezer éves folytonosságának emlékezése. Uralkodása idején István király még nagy boldogasszony napját, az augusztus 15-ét avott ünnepnél, erre a napra hívta össze a királyi tanácsot és tartott törvénynapot, majd ugyancsak nagy boldogasszony napján ajánlotta fel élete végén Magyarországot Szűz Máriának. És 1035-ban ugyanezen a napon hunyt el. Augusztus 15-ig Pécsvárdon is ünnepnap, a város búcsú napja. Augusztus 20, 1083 óta ünnep. Azóta, hogy László király 2. Gergely pápa engedélyével, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében, első István király erekéig Székesfehérvári bazilikában oltár emelte, és István király szentté avatta. Minden évben büszkén állunk itt a város falai között, emlékezve és emlékeztetve arra, hogy településünk olyan település, melynek kulturális és történelmi értékei jelentősek. Először is elnézést kérek, mert én mondtam le a hangosítást, úgyhogy a kolléganők, hogyha nem hallatszottak igazán jól, az én bűnöm. Nemzetünk ma ünnepli államalapításunk és Szent Királyunk István ünnepét. Emellett Pécsvárad város ünnepi templomának 250 éves évfordulóját. Úgy gondolom, hogy ha István ma érne, nagyon csodálkozna, hogy az általa meghozott nagyon komoly döntés, belépés a keresztény világba, államalapítás után ezer évvel még mindig azt lehet hallani, hogy óvnunk és védenünk kell nemzetünket, és főleg vallásunkat és identitásunkat. Az, amikor ma bementünk a templomba, az egy olyan érzéssel tölt el mindenkit, hogy ott bizony mindannyian egyenlőek vagyunk, mindenki a barátunk, ahogy egymással kezet fogtunk, az azt jelzi, hogy békesség van közöttünk. Ezt a békességet kell továbbvinni, és ami jelenleg Európában nincs meg, sajnos, azt kellene valahogy biztosítani. Minden itt kezdődik közöttünk,
a családban, a városban, a nemzetben. Ha itt rend van, barátság, fegyelem, akkor nem lehet gond az Európai Unióban sem. Nagyon sokszor nem igazán egyezik az Unióban lévő országoknak a véleménye bizonyos dolgokról, egy valamiről viszont biztosan megegyezik, az, hogy kereszténységünket meg kell őrizni. Ezért ma ezen az ünnepen én arra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy ennek tekintetében éljünk, figyeljünk oda. Hiszen nagyon-nagyon kevés választ el attól, hogy ez a keresztény világ veszélybe kerüljön. István annak idején kijelölte az utunkat, nekünk, magyaroknak, európaiaknak ezt a vonalat kellene követni. Ehhez kívánok én mindenkinek egészséget, boldogságot és kitartást. És tekintettel arra, hogy az idő nem kedvez nekünk, én a beszédemet befejezném. Külön megköszönném Püspök úrnak ezt a nagyon szép misét, és mindenkinek további szép és kicsit szárazabb napot kívánok. Köszönöm szépen! Felkérem Kozoli Györgyi tisztelendő urat, Antal Géza, Apát Léván urat, hogy áldja meg a Záduri János polgármester urat, hogy szegje meg az új kenyeret. Kérünk, Urunk Istenünk, áld meg ezt a kenyeret, melyet az olyan jóságokról veszünk magunkhoz. Biztos, amit nem szeretném. Igen, köszönöm. Kérem a jelenlevő intézmények, önkormányzatok képviselőit, hogy akkor helyezzük el a megemlékezés kokorúit az István Király szobránál. Hú, bocsánat! Petra, át kell mennünk mégiscsak. Majd megyünk.
Harangszavával egybe komponálva bemutatva. Sajnos az időjárás keresztül húzta a számítást, itt csak a Nagy Boldogasszony templomja fog együtt szólni. Művész és a hangszer együtt, abból, amit itt ebben a sarokban ki lehet ebből hozni. Kérem, fogadják szeretettel.